végre jön a hétvége, azt hiszed, hogy pihenhetnél, és rájössz, hogy nincs mit enni. És ha jönni fog a busz, akkor oda is fogunk érkezni egy nagyon kis kedves, vegán, vegetáriánus, pékség, cukrászda kis kajádába. Nem rossz a római közlekedés, de mindig van kivétel. Mint két tojás, nem? Basszus, hát evédődő van, lehet, hogy sieste van. Még a buszsofőrök is megállnak. Rómában másfél euróba kerül egy jegy, amit 100 percig tudtok használni. Egyszer lehet metróra használni, de buszra, villamosra, meg vonatra is. Akár le tudtok menni a tengerpartra, Ostiába, ami egy 40 percre van a római piramistól vonattal. Mert oda még kimegy a helyi vonat, a regionális vonat, mint az S60-as Budapesten. Római kút, graffiti, cirkusz. Amikor megállsz videózni és lekésed a zöldet, ne késd le a zöldről. Van két dolog, amit imádok, de néha nagyon nehéz. Videózni, meg családkozni, babázni. És kettőt egybe még jobb. Csináljátok azt, amit szerettek, még a nehéz is. Mert akkor lesztek happy. Ez itt a kert. Az igazi turistáskodás. Na szóval, ez egy római villapark, egy a sok közül, megkeresztem háromszor a nevét, de mindig elfelejtettem. Lényeg a lényeg, Róma ugye nagyon zöld, sok partja van, és mindegyik egy régi villa volt, valamilyen király, császár, római gladiátornak volt a otthona, ami ezt csak most találtam ki. De sok helyen van parkokban, ilyen régi lelemény, valami régi épület. A római Washington, Washing Dog. És ami nincs a képes lapokon, nincs a képes lapokban benne, meg rajta, meg az interneten se, de most már fönn van. Előfordul mindenhol. Külföldön sincs kolbászból a kerítés, se vegán burgerből sem. Nem a legjobb kerülete Rómának, de hát na, ez van. Hoppá, és meg is érkeztünk. Ciao, buon appetito! Rómában egyre több olyan vendéglátó egységbe megyek, ami nagyon kicsi, be lehet ülni, mint ahogy az is, nagyon kicsi, de nincs mosdó, nem tudsz kezed, most nem tudsz elmenni WC-re. Szóval ez már egy másik bárnak a WC-je, be kellett jönnöm, és amit meglátjátok mindjárt, ne ijedjetek meg, ha elmondják, hogy hol van a budi, le kell menni, kb. Ilyen alagútban, és így néha kicsit félelmetes. Ez a WC-be vezeti út. Nagyon kellett pisilnünk, szóval bejöttünk menni egy láttét. Hát ez kicsit olyan környék, mint hát ilyen Budapest keleti. Mutatnám az úriembert, egy 5 perc egy támassza. Lehet nem is baj, hogy nem látszik előre, mert Resident Evil-es, kicsit ilyen zombis maszkot visel. Már nem tudja, hogy elmúlt, hogy már nincs Halloween. Messzire van a karnevál februárban, de elég ijesztő basszus. Közben vissza is értünk a kerületbe. Igyatok vizet, értékeljük a vizet, szeressétek a cicákat, és egy a fontos, van láv. És igen, hoztunk elvitelre, bűnöztünk, elvitelre, papírzacskóba hoztunk
süteményt. A hamburger nagyon finom volt, ez a Beyond Meat volt benne. Azt hiszem, életemben szerintem ettem ezelőtt kettőször, talán amikor a réperetekben dolgoztam akkor Budapesten, meg talán egyszer vettem valahol. De mindegy is nagyon finom volt, közben találkoztunk egy brazil párral, Portugáliában élnek, 4 éve költöztek Brazíliából Portugáliába, nyaralni vannak, először vannak Rómába, jól beszélgettünk, ők is ettek, ittak, fél órát, hát szerintem még talán többet is kajáltunk együtt, összebeszélgettünk, ezért is tanuljatok idegen nyelvet, főleg angolt, mert angolt, ha tudtok valamilyen szinten, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokféle módon, sokféle szituációban meg tudjátok magatokat értetni másokkal, és így tudtak nyitni nagyon sok ember és kultúra felé. Az étel nagyon finom volt, vissza is jöttünk, most itt a kerületben egy parkban gondoltam, megosztom veletek, mert nagyon gyorsan így elszaladt az idő, és így nem tudtam megosztani, hogy milyen volt a hamburger, sült krumpli volt, annyira nem drága, 12 euró volt így a menüben, hogy burger, sült krumpli, meg volt hozzá egy ilyen valamilyen üdítő, ilyen narancsos, szénsav, vagy bármi is. Ennyi. Ez az a park, és meg kell mutatnom, milyen viccesen van előadva, hogy vedd fel a kutyak, akit doktori lett, nem érted? Kisbaba kanál. És amúgy olyan vicces, mert elég ritkán megyünk vegán helyekre, mert túl sok íz van, mi elég szimplán eszünk, többször említem, és az is finom, de miért kell rá az a cukormassa? Na de mindegy. Néha jó így elmenni, jó, hogy van növényi alapú étterem, cukrászda, így lehet néha, hát szevasz baba, kedvezni magunknak. Néha ennél lehetünk jobbat otthon is, vagy hát nem jobbat, hanem számunkra kedvezőbbet. Mert nem az ízekre megyünk rá annyira. Yeah.